tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket. Hát előadás sorozat olyan értelemben, hogy eddig is voltak olyan bogdányiak, akik világjárók. Tartott már többször előadást például Hely Feri is, ugye El Camino ügyben, meg mások is volt, Krejsz Tamás korábban, többen, nem akarok mindenkit felsorolni. Szóval néha vannak olyan falunbeliek, akik nyilván sokan utaznak, élnek máshol nyaralási célból, de mindig van egy-egy olyan dolog, ami lehet, hogy valamiért talán kuriózum, vagy több, mint egy nyaralás, vagy kicsit azért, ami megér egy előadásra, hogy úgy mondjam, nem csak a saját élményanyagra. És itt is erről lenne szó esetünkben, Afrikában járt Spanisberger Máté, és hát nem csak egy szafárin vett részt, vagy hogy mondjam, tehát megnézte azt az országot, ahol hanem ő foglalkozik fegyverekkel, vadőrként is, és én csak azt mondom, hogy a szüleim az Alzácban laknak fönn a Cseresznyés utcában, és akkor ott megyek a gyerekeimmel, és akkor ott hintáztatom őket, és néha a Mátét ugye jó pár telekkel arra jutott a kertbe, torgolódik egy puskával, és gyakorolni kell. Gyakorlatozik, úgyhogy izgalmas témának ígérkezik, úgyhogy fogadják szeretettel. Köszönöm szépen. Hát igen, ez az egész dolog egészen pontosan tavaly, februárban történt. Rájöttem, hogy unom a telet és melegebb éghajlatra vágyom, és ha már az ember olyan ilyen melegebb éghajlatra menne, akkor miért ne ugrana le az egyenlítőhöz? De arra gondoltam, hogy kezdjük ezt egy kicsit előbbről, ha a program is úgy akarja. De mindjárt újraindítjuk. Aha. És működik. Kezdjük talán az elején, tehát én 2019-ben a Jó Öreg Facebookon szembe találkoztam egy hirdetéssel, ahol ez a szervezet, aminek ott a bal felső sarokban látszik a logója, ez a Conservation Rangers Operations Worldwide, olaszok azért adtak neki ilyen gyönyörű szép hosszú nevet, hirdette magát, és hirdette a képzéseit, és én kicsi gyerekkorom óta imádtam Afrikát, és benne volt, hogy Afrika, benne volt, hogy vadőrködés, én megmondtam, hogy nekem ez kell. Úgyhogy rákövetkező évben el is mentem Olaszországba, ez Malpensában volt, hát nevezzük ki képzésnek, kétszer egy hét volt egy nyáron, volt közötte két hónap, ami jellemezte az általában jó hangulat és a jó kaják, de hát Olaszországban ugye az ember ritkán csalódik, főleg ha pizzáról és egyéb nyalánkságokról van szó. Igazából a képzés első fele az magában foglalt egy nagyon komoly elsősegélytanfolyamot, gyakorlati és elméleti szinten. Megtanultuk az összes szörnyű afrikai betegséget, amit el lehet kapni. Ezeket átültettük a gyakorlatba, de volt nyomolvasás, tájékozódás, álcázás, minden egyéb. És a második héten pedig elővettük a bum-bum rudakat, és azokkal kellett dolgozni. Itt olyan dolgokat, hogy úttorlaszt, hogy állít föl az ember, hogy ellenőrzi le a járművet, ugye, ha orvadász ki akarna csempészni valamit a nemzeti parkból, aminek ott a helye. Igen, tehát azért azt jó tudni, hogy amikor Afrikában vadvédelemről beszélünk, az nem háborús helyzet, de nincs messze tőle. Meg sokkal olcsóbb ákát venni, mint kézifegyvert, és Afrika nem egy gazdag hely. Ha az ember elment mind a két hétre, és utána letette sikeresen az elméleti és gyakorlati vizsgát, van egy fizikai felmérő, de én is átmentem, szóval annyira nem nehéz. Akkor hivatalosan is megkapja ezt a csodálatos felvarrót, és ranger lesz, és mehet is bevetésekre. Annyi kikötés van, hogy akinek nincs katonai háttere, mert azért itt többen is voltak katonai háttérrel a mi csapatunkban is, akinek nincs, az először mindig Kenyába megy, mindig erre a küldetésre megy, amire én mentem el, hogy kicsit szokja Afrikát, és kell szokni Afrikát. Úgyhogy még mielőtt nekiugrottam volna, elmentem bevásárolni.
Ez nem az én cuccom, ez a kiképzőmnek a cucca, de ő ilyen szépen lefotózta, úgyhogy gondoltam, miért ne rakhatnám be. Nagyjából itt van minden, amire szükség lehet. Vízszűrő berendezések, most a fegyver az csak egy a sok közül van, túlélő felszerelése még igazából olyan, mint egy drogéria, mert óvszer meg tampon van benne, mert az óvszerrel hát azon lehet tartani dolgokat, a tamponnal meg tök jól lehet tüzet gyújtani, úgyhogy konkrétan egy drogériát hordok magamon, de ilyenek is, hogy naptej, szúnyogriasztó nagyon fontos, a malária nem vicc, elsősegély felszerelések, vízszűrő berendezések, illetve a menedékhez szükséges dolgok, de azt majd elmesélem. Én ezzel a baloldali cókmokkal indultam neki, azóta ez már sokat nőtt. Ezt a darabot emelném ki, egy nagyon jó szakember készítette nekem ezt a kést, Rolinek Jánosnak hívják Visegrádon, és fegyverkovács, és külön leültünk a kocsmában egy jó fröccsel, megbeszéltük, hogy én mit szeretnék, és utána kaptam egy nagyon szép kést, ez pedig Szedres Szabolcs barátom adott hozzá ajándékba egy börtokot, ami külön nekem lett gyártva, úgyhogy az ő nevüket megemlítem, mert ők azért sokat tettek ehhez hozzá. Hát és ha már minden készen áll, akkor el is kezdhetjük a dolgot. A cél Kenya és a Maraloita Community Rangers, ami itt a jobb oldalon látszik, ő a szervezet vezetője, Alfred Ozeur Kipelian. Jó kis törzsi nevek vannak, úgyhogy lehet, hogy beleakad a nyelvem. Nagyon rendes csapat, hivatalosan nekik az a feladatuk, hogy a Loita erdőben járőrözzenek, és ott vannak nagyon, nagyon öreg ciprusfák és egyéb más fafajok, amik védettek, és ezeket kell megfigyelniük, és nézni, hogy nem vágták-e ki őket, ha valahol olyan jeleket tapasztalnak, hogy illegális tevékenység folyik, akkor ők szólnak a hatóságoknak. Úgyhogy ez azért a lájtosabb munka a vadőrködés közül, de ugyanúgy része, tehát ők igazából erdőőrök. Az volt a dolgunk, hogy kimenjünk, tanuljunk tőlük, és tanítsunk nekik pár dolgot, de majd ebbe is belemegyünk később. Felszálltam a repülőre itt Budapesten, másfél óra volt Frankfurt, 8 óra repülőút volt Nairobi, és felkészültem ugye az internet varázslatos világába, hát milyen gyönyörű nagyváros, rengeteg zöld terület, felhőkarcolók, gondolta Máté. Éjfélkor érkeztünk meg, szakadt az eső, beültünk egy taxiba, Alfred már várt minket a reptéren, elmentünk egy motelba, a Lizzie nevű motelba, ami Nairobi központi üzleti negyedében fekszik. Ezt a Google-ról szedtem le, ez Nairobi központi üzleti negyede, azért a Google-ról van a fénykép, mert a telefonomat nem mertem elővenni. Hát Afrika egy más hely. Itt jött az első sok hatás, hogy azért Afrikában a nagyvárosok azok nagyon nem ott tartanak, ahol nálunk tart. Amikor a konzulátussal beszéltem, annyit mondott, hogy jó, a központi üzleti negyed jó, de éjszaka ne menjek ki. És erre majd visszatérünk, hogy miért. Reggel fölkeltünk, elmentünk a buszpályaudvarra, ahol fölültünk, ezek a helyközi járatok itt rá, ahogy ott is látszik az MBU felirat a kis zöld kisbusz tetején, ott van a tábla, megkerestük a Narok feliratút, gyönyörű 9 személyes kisbusz, 12-en be is fértünk. Elindultunk, nem volt sok, 5,5 óra. Meg is érkeztünk Narokba, ez a Narok megyének a fővárosa. Igazából egy nagyjából Szentendre méretű város, és nagyjából 3 Dunabogdány méretű ilyen bódéváros veszi körül. Ez megint csak Afrika, igazából nagyon drága a faanyag, nagyon drága az építőanyag, nem feltétlenül, ezek a bódévárosok nem mindig feltétlenül néznek ki olyan szörnyűen, de még mindig bódéváros, és ez a város egyetlen aszfaltozott mellékutcája, amiről ez a kép készült, ezen ment végig a Google-is autó. Az a kis sikátor az azért érdekes, mert a város bankja ott található benne, és igazából úgy van, hogy az ember kilép a bankból, és ahogy lelép a lépcsőn, belelép a Kanárisba. Tehát nem egyszerű, Kenya, ő egy, hát mondjuk, hogy dinamikusan fejlődő ország Afrikában, de még van hova tovább. Haladnak úgy, ahogy igen, ők még amúgy a jobbikak azért. Kongó, meg Angola, meg ilyen egyéb érdekes helyek, ott ez azért rosszabb szokott lenni, főleg közbiztonsági szempontból. 3 órát vártunk Narokban, amikor megjött a Verda.
Na, ő volt a Verda. A Verdáról azt kell tudni, hogy ő egy nem négykerékhajtásos, manuális váltós, Mitsubishi egyterű volt. A sofőr José, és róla meg azt kell tudni, hogy nem tud manuális váltós autót vezetni. Egy kicsit részeg volt, és valószínűleg a helyiek rágnak egy ilyen gyökeret, amit nagyon rá tudnak pörögni a vezetésre, valószínűleg egy kicsit olyat is rágott. De 3 óra késéssel megérkezett 2 első defekttel. A defekt az egyetlen, amit nem írok se a sofőr, se a kocsi javára. Afrikában a defekt csere az olyan, mint az orrfújás. Tehát az minden sarkon. 2 első defekt, 1,5 óra volt kicserélni, mert a végén már fél nárok ott állt az autó körül, és így szakértették, hogy amúgy defektes. Emelőtök van? Van, van. És akkor el kéne vinni a szervizbe. Igen, a másik kereket már elvittük. És ott állt az egész város, így álltuk mi is ott, és szakértettük az autót, hogy hát defektes. Elindultunk, José azzal indított, hogy majdnem belehajtott egy árokba, pedig csak kútra akartunk menni tankolni. Egész jól haladtunk az aszfaltúton 5 percig, aztán lekanyarodtunk a Maraloitába vezető útra, amit hát ott a Dunahosszúban a TS út az megvan. Na, annyira nem jó. És ezzel az autóval Hozénál kiderült ugye, hogy nem nagyon tud manuális váltóval autót vezetni, ezért minden domb előtt megállt úgy, hogy beletaposott a fékbe, de a kuplungban nem, ezért az autó lefulladt. Nézi a dombot, igen, jó, arra fogunk menni, elindítja a motort, akkor már lenyomta a kuplungot legalább, gázt adott, és ahogy levemelte a kuplungról a lábát, leemelte a gázról is a lábát. Na, 3-szor fulladtunk le, akkor 1/4-re nagy nehezen nekiindultunk az emelkedőnek, akkor meg padlógáz, és ami a csövön kifér, utcú neki hadd elhadd. Ezzel azt érte, hogy körülbelül 5 óra utazás után, olyan 15 kilométerrel a cél előtt eltörte a féltengelyt, mert ráugrasztott egy kőre. És álltunk vak sötétben, minden nélkül, hozé kiszáll, motorháztető felnyit. És ugye volt egy ilyen jó kis recsegős hangja az autónak, meg éreztük, hogy valamire ráugrasztottunk, de kíváncsiak voltunk, hogy föntről a motorháztetőt fölemelve, hogy fogja észrevenni, ami alul eltört. Kiszálltunk mi, és Stefán kollégámnál volt egy hasonló üvegben az utolsó liter vízünk. Kicsit nagyobb üveg volt. Stefán kollégám azt kortyolgatta, hozzá áll, cigaretta, beleszív, leteszi, kikerekednek a szemei, kikapja Stefán kollégám kezéből a vizet, és beleönti a hűtőbe. És így állunk, hogy hát ez mi volt? Azt mondja, forró a motor füsttől. És így álltunk, hogy persze, hogy forró, széthajtott, de hogy nem füsttől. És kiderült, hogy ez a drága jótétlélek a cigarettája füstjére azt hitte, hogy füst a motor, és azt hiszik, hogy viccelek, de nem, tényleg. És ott álltunk a semmi közepén, éjszaka a bozótban, víz nélkül, autó nélkül, körülbelül olyan 25-30 kilónyi cuccal, mikor Alfred, aki ez alatt végig velünk volt, csak ő ugye hozzá van ehhez szokva, közölte, hogy hát akkor séta. Laza séta a bozótban az éjszaka közepén, hajnali 2 körül érkeztünk meg Maraloitába, az külön megír egy misét, de itt akkor megmutatom, ott a túloldalt van Nairobi, itt van Narok, és ez itt a Masai Mara Nemzeti Park, ez itt Maraloita. Tehát ezt az utat, onnan Nairobitól idáig, ezt majdnem 24 óra volt megtenni. Amúgy ilyen 250 kilométerről beszélünk. Megérkeztünk a táborba, ami egy tábortűz volt, és ennyi. Ahol ettünk helyi gurmé különlegességeket, ami káposzta krumplival. És lefeküdtünk aludni, és akkor már egy kicsit féltem ettől az Afrika dologtól, mert eddig túl sok jó benyomást nem keltett. Aztán másnap reggel fölébredtünk, és megláttam a bozótot, meg azt az Afrikát, amiért én oda mentem, és amúgy Maraloita tényleg az a hely, és talán az a reggel, az az ébredés, az volt az első pillanat, amikor azt mondtam, hogy na, minden megérte. Minden szenvedés, minden utazás, ezért a pillanatért, azért ott, azért a reggelért megérte. Gyorsan bemutatom, hogy miből keltem ki. Ez volt az otthonom 2 hétig. Nagyon praktikus dolog, mert bele lehet rakni egy hátizsákba. Ez egy poncsó, amit ponyvaként 2 gumipokkal 2 fa közé ki lehet feszíteni. Van alatta egy bivakzsák. A bivakzsák igazából olyan, mint a hálózsák, csak teljesen be lehet zárni, hogy ilyen éjszakai látogatók, mint kígyók, skorpiók, hangyák és oroszlánok ne tudjanak bebújni mellém.
És abban van egy hálózsák, volt egy nagyon kényelmes, körülbelül 3 mm vastag polifómom, mert az belefér a hátizsákba, és jó éjszakát. Amúgy meglepően jól lehet benne aludni, én nagyon szerettem, mert bebújtam, és olyan kicsi és biztonságos volt a világ. És az Afrikában ezt nagyon kell értékelni. Volt két nagy hiányossága, amit majd később kifejtek. Itt még megmutatom, Stefan kollégám függőágyat hozott. Hát ez több szempontból volt jó, egy szempontból volt rossz, szerintem az látszik is a képen, hogy körülményes fölállítani, és nem mindig, tehát a Bozótban nem mindig vannak olyan szép fák, amiket az ember fel tudna állítani. Illetve nagyon kell vigyázni arra, hogy az ember hova állítja föl a sátrát, mert a kaktusz az úgy nő, mint nálunk a kákics, meg van egy csomó jobbnál jobb inda és egyéb lágyszárú növény, aminek éget a nedve. Tehát ott arra oda kell figyelni. Amúgy én imádtam a növényzetet, annyi zúzmó volt a fákon, hogy szegény fáknál volt, amelyik csak az ága végén egy-két levelet tudott növeszteni, és volt rajtuk minden, bromeliák, orhideák, mohák, ami a csövön kifér. Nagyon-nagyon szép volt. Aznap azt mondták, hogy mi fáradtak vagyunk, nem mondom, hogy ellenkeztem, és hogy aznap még nem indulunk el a Loita erdőbe, hanem ott körben megmutatják nekünk a környéket, megmutatják nekünk Mara Loitát, meg hogy élnek. Igazából Mara Loita az egy dimbes, dombos kis vidék, de erről majd lesz kép is, meg videó is. Hát neki is vágtunk, ő ott a kockás terítőbe burkolózva, ami amúgy a maszájok népviselete, ő Mózes, Ozeur Kipelian, Alfrednak az apja, és amúgy ennek az ottani szervezetnek az alapítója. Amúgy olimpiai bajnok, gerelyhajító, meg ilyen apróságok, de igazából ezt úgy utólag valahogy így elengedte ő, ezre annyira nem büszke, de arra nagyon büszke, hogy van két tehén csordája, és vagy 8 felesége. A kultúrsok, ugye, az ember megérkezik, egy nagyon nagy tudású ember, minden fűt, fát végigmutogatott Mara Loitába, hogy ez erre jó, az arra jó, és majd ez ki is lesz fejtve, de tényleg a WC-papírfa, fogkefefa, mérgezőfa, ehetőfa, minden volt. Olyan is volt, amit teába kell főzni, és jó a maláriára, vagy nem. Itt indultunk neki, itt látszik, én nagyon-nagyon szerettem Mara Loitában azt, hogy tényleg nincsenek, tehát ilyen 15-20 méteres szintkülönbségek vannak a területen, és mégis annyira jól látszik, majd lesz is róla egy videó, hogy a dombtetők inkább kopárak, és ahogy az ember lemegy ezekbe a kis patakokhoz a völgyekbe, ott meg ilyen nagyon szép galériaerdők vannak akácokkal. Amúgy nagyrészt legeltetik, meg azért a vadállomány is erőteljes karban tartja a területet. Mindjárt előkerítem az egeret, és erről mutatok is egy videót. Most lesznek állatok. Igen, az első gnúcsordám. Nem ők voltak az első állatok, azok páviánok voltak, de azok olyanok, mint a kóborkutyák, úgyhogy ez nem számít. Ők voltak az első gnúcsorda. Sajnos azt itt ennél a videónál talán most érdemes megemlíteni, hogy amik képek készültek, azok ezzel a telefonnal készültek, mert sajnos nem vagyok egy nagy fényképész, és hát azért tehát majd elmondom, hogy mekkora cuccot kellett cígölni, oda nem fér be egy fényképezőgép. De ez volt Mara Loita, és másnap hazaértünk, volt egy kis pihenő, és másnap neki láttunk, hogy irány a Loita erdő, és az ICCA, ami megint egy másik helyi ranger szervezetnek a rövidítése, de nem tudom, hogy mit jelent, igazából nem sikerült kitalálnom. Törik nagyon az angolt, úgyhogy az egy külön kihívás volt velük beszélgetni. Nagyjából itt látszik, ott Stefan kollégám is viszi a cuccát, ő már kirakta a napelemeket a hátizsák tetejére, tehát áram az nincs bevezetve, víz sincs bevezetve. Az út is olyan, hogy igazából a mentőautó az egy terepjáró. Én is vittem a cuccom, az a hátizsák, az körülbelül 25 és 30 kiló között mozog, attól függ, hogy mennyi vízzel töltöm fel, és akkor még elől volt ez a málha, amiben benne volt minden fontos. Fegyvert nem vittünk, és én nagyon örültem neki, mert ha még azt is szípelnem kell, akkor megőrülök. Így is sétáltunk egy 20-25 kilométert, és a helyiek mondták, ők nem szeretnek az úton menni, úgyhogy olyan torony iránt, és az afrikaiak amúgy így tájékozódnak, hogy
arra van. És milyen messze? Hát nagyon messze. És akkor elindultunk. De igen, másnap bevettünk magunkat, igazából ez két egymás mellett lévő terület, a Loita erdő és Mara Loita, nevükből is lehet rá következtetni. A Loita erdő, mit lehet róla elmondani? Ez nem tudok pontos számot a mai napig, hogy mekkora kiterjedésű erdő. Nem nemzeti park, de védett terület, és tehát ugye nálunk mondják, hogy őserdők vannak a Bükkben, meg vannak ilyen helyek, ahova be se lehet menni, ugye, ha az ember nem szakszemélyzet és nincs rá engedélye. Azok nálunk ilyen 250-300 évesek, ez az erdő olyan 1500 éves volt. Kicsit talán öregebb, igazából szerintem nem nyúltak hozzá, mióta emberek járnak a Földön. Úgyhogy nagyon érdekes volt nekem egy kicsit szakmai szempontból is látni. Én nagyon imádtam, hogy ugye ahol lemosódik a talaj, ott kibukkannak a sziklák, nagyon változatos az egész növényzet. Itt, amit érdekes megmutatni, itt ugyanúgy csak arra hoznék példát, hogy a növényzet milyen változatos, de van itt bal oldalon az a fa. Az a fa nem fa, az egy fikusz, vagyis egy fügeféle, egy parazita, ami olyan, mint a borostyán, felkúszik a fára a fényért. Viszont ezt hívják a maszájok az ő titkos fájuknak, vagy végül is ezt mondják, hogy ez a maszájoknak a titkos fája. Lehet belőle inni. A következő módon, erről is van egy videóm, drága Stefán kollégám megmutatja, hogy hogyan lehet belőle inni. Itt mindjárt. Igen, tehát itt ő is elmagyarázza, hogy ez igazából egy parazita, ami rá van nőve a fára, és ha az ember fogja a kését, és megüti vele a kérget, nem is kell az élével, épp csak a markolattal, akkor elkezd jönni belőle ez a fehér nedv, és ez iható. És megkóstoltam, és még mindig itt vagyok, tehát tényleg iható. Nincs rossz íze, kicsit tejszerű az íze, édeskés. Amikor a maszájokat férfivá avatják, akkor kirakják őket az erdőbe egy lándzsával egy hónapra, hogy sok sikert, élj boldogul, és egy hónap után kijöhetnek az erdőből, és ha még mindig élnek, akkor férfivá vannak avatva. Ez manapság már nem divat, Mózes az utolsó, akit így avattak férfivé, az öreg, és amúgy, ha valaki látta az Eltűnő Afrika című filmet, talán National Geographic, akkor, és ott ugrálnak a maszájok a végén, ő az egyik maszáj, és ott nagy vidáman mutatta a fényképet, hogy be vörösre festve ott ugrál. Igen, ezen kívül hát vannak faóriások. Ugye itt azt kell látni, hogy egy fa nem feltétlenül attól lesz öreg, hogy nagyra nő. Tehát ezek is szerintem biztos, hogy volt olyan fa, ami több mint 1000 éves. És ez teljesen alátámasztható szakmailag is. Tehát ezt már tényleg csak úgy érdekességként. Igen, na most itt a baloldali képen, nem a baloldali, jobboldali, nekem bal. A jobboldali képen látszik, ott az a bokor, amiről a félbanda legel, az egy nagyon érdekes bokor, az olyan, mint a som, a bogyója legalábbis, meg lehet enni, és egész finom. Viszont itt a jobboldali képen, ami bal. Ebből még lesz baj. Ott egy lándzsa. Szóval a lándzsás kép, ez a maszájoknak, és igazából a Mara Loita Community Rangersnek a hivatalos szolgálati fegyvere, és amúgy minden maszájnak ez a mindene, azt hiszem ez egy döfő lándzsa, mert náluk nincsen külön dárda meg lándzsa, hanem náluk van hajító lándzsa, meg döfő lándzsa az egyszerűség kedvéért. Tehát ez egy döfő lándzsa. Ha az ember bemegy itthon ilyen exotikum boltokba, benne a plázába, és megveszi ezt jó drágán, gyönyörű faragott nyéllel, és zseniális, ez egy 8-as betonvasból van kovácsolva, nem tudom, mit építészek, ilyen nagy, ilyen vastag betonvas, el van lapítva a vége, rátekerik a bőrt, és szép napot. Nem bonyolították túl. Hogy mennyire lehet vele mondjuk egy oroszlán ellen védekezni, az már egy érdekes kérdés, de az őseiknek bejött, nekik miért ne jönne be. Itt azért raktam be szegény Stefán kollégámat, már hátizsák nélkül bottal, mert
ő egy kifejezetten fit úri ember, de itt mutatkozott meg először, hogy azért ez egy nagyon más világ, tehát ilyen 99 és 100%-os páratartalom között mozgott a dolog, és 30-35 fok között a hőmérő higanyszala, tehát annyira meleg nem is volt. Nagyon gyorsan kifullad az ember ezen az éghajlaton. Szegény Stefan kollégám a végén már hátizsák nélkül alig tudott felmenni ott arra az utolsó dombra, ott, mert annak a tetején már ott volt a tábor. De hogy közben mondjak valamit, mutassak még valamit, útközben mi mindennel találkoztunk. Nem láttam sok állatot, és ez nekem nagy szívfájdalmam volt akkor, mert hát az őserdő az sűrű, és nagyon sok állatot hallottam. Nagyon sok állathoz voltam nagyon veszélyesen közel, de sose láttam őket, mert olyan sűrű a dzsindzsa. Viszont láttam nyomokat, és ő itt az én nagy kedvencemnek a nyomai, és a világ legnagyobb szárazföldi emlős állatának a nyomai. Ez egy elefánt, ott a fűben is látszanak a csíkok, az elefánt fűben. Amit még ugye rögtön előjött a kiképzés és nyomolvasás, mi a második dolog, amit egy jó nyomolvasó megkeres? A kaki. De erről lehet nagyon érdekes dolgokat elmondani. Afrikában nagy hagyománya van, főleg Dél-Afrikában, egészen pontosan Botswanában ebből teát főznek. A Dél-Afrikai Köztársaságban pedig beletegerik egy cigibe és elszívják. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog. Kenyában azt mondták, hogy eszembe ne jusson hozzányúlni. Nagyon sok jóféle baktérium van benne, ami utána jó esetben hasfájást, rossz esetben gyomorvérzést és egyebeket okoz az embernek, úgyhogy ettől jobb távol maradni. Ami érdekes még hozzá, hogy az elefántokat szokták hívni Afrika magvetőinek, mert habár az elefánt úgy legel, hogy kidönti a fát, és utána lelegeli, mert ő nem fog fölnyúlkálni a gajakért, és ezzel ők képesek erdőrészleteket letarolni elefántcsordák, viszont az elefántnak emellett nagyon rossz az emésztése. Tehát igazából az a kupac, az olyan 60%-ban fű és levél, amit az elefánt megevett. És amikor magukat, gyümölcsöket fogyaszt, akkor azokat ő utána így elpotyogtatja, és kifejezetten, tehát ez egy leírt jelenség, hogy az elefántok igazából visszaerdősítik azt, amit kiírtanak. Ha megfelelő mennyiségű helyük van mozogni, akkor ez egy egész jól fenntartható rendszer, így az elmúlt pár millió évben egész jól működött. Amit még találtunk, az egy fog, egy elefánt örlőfoga. Annyi a trükk, hogy feje lefelé van, mert úgy nem állt meg a talpán. Hát ez körülbelül így az én kezem, olyan rögtönzött mérőeszközként. Tehát ez egy elkopott elefántfog, az körülbelül ilyen nagy. Ugye azt kell tudni, hogy egy elefántnak van három garnitúra foga, az elkopik, akkor igazából az állat nem tudja megrágni az élelmet, és elpusztul. És amikor már kopott egy idős állatnak a foga, akkor általában olyan helyeken gyűlnek össze ezek az idős állatok, ahol a növényzet kicsit puhább, kicsit könnyebb megrágni. És aki az oroszlán királyt látta, és ott elmennek a szimbájék az elefánt temetőbe, na azok az elefánt temetők, azok igazából olyan területek, ahol puhább a növényzet, és mivel oda gyűlnek össze az idős állatok, ott is halnak meg, rengeteg sok ilyen csontot lehet találni. Az őserdő például egy ilyen hely, mert itt több a nedvesség, puhább a növényzet, jobban meg lehet rágni, és szegények utána itt halnak meg, aminek én mondjuk egy kicsit örültem is, mert tök jó képeket lehet csinálni elefántkoponyákról. Aztán volt itt még egy állat, akivel nem találkoztam, és ezért nagyon hálás, és soha nem akarok találkozni vele. Ő az egyetlen, akivel nem akarok találkozni. Ő a víziló. Ez itt a lábnyoma. Itt mindjárt mutatom is. Itt lehet látni. Ez. Ez körülbelül ilyen emberi tenyérnél kicsit nagyobb méretű. Az a másik oldalt, az hát ugye a kaki. Na most a vízilóról azt kell tudni, hogy ő egy nagyon-nagyon agresszív állat. A növényeket lekakíja területjelzés céljából, és ami meg mozog, azt meg megtámadja. Ebben az a vicces, hogy azért, mert féltékeny. Mert igazából, tehát régen Kongóban történt ez, hogy ott voltak gőzhajójáratok a folyókon, és volt, hogy heteket késett egy gőzhajó, mert a vízilóak úgy tönkretették, hogy ki kellett kötni, és meg kellett javítani a hajót, mert a víziló bikák azt hitték, hogy párzani akar a nőstényekkel. Hát na, ilyen ez a
Ilyen hely ez az Afrika. Megérkeztünk, ez az ICCA-nek a tábora, ez már, erről is van egy videóm, azt közben így félkézzel berakom. Ez egy már sokkal jobban felszerelt tábor volt, tehát itt voltak barakok, az a már alavítás srácoknak azok a sátrai, vannak rendes barakok, van, és ez fontos, van egy rendes budi, ott a fa mögött, ott lent, ott a, már távolban van egy WC, és ami még ennél is fontosabb, volt egy nagy műanyag vízgyűjtő tartályuk, ezt Stefán kollégám cuccai már belelógtak a képbe. Tehát ez már volt egy felszerelt konyha, ott az a vízgyűjtő tartály, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ha nincs esővíz, akkor egy csomó klórtablettát kell beledobálnom a kulacsomba, ami így is megtörtént, és olyan volt, mint a két hétig medence vizet ittam volna. Kellemetlen, de legalább csak egyszer kapott el a hasmas. Ez volt nagyjából a tábor. Hoppá, mindjárt eltüntetem a tábort. Utána belelendültünk az ottani életbe, és gyorsan kajáltunk egy jót, és akkor itt most részletezem a menüt. Volt bab rizssel, akkor ugye a képen is látszik, aztán volt káposzta rizssel, krumpli rizssel, krumpli káposztával, bab káposztával, meg bab krumplival. És ez mind, tehát ezt rengeteget ettünk ilyet. Volt egy kivétel, de azt majd részletezzük. Illetve van ez, ez egy szilvaféle, olyan, mint nálunk a fosóka szilva. Kicsit savanyúbb, de meg lehet enni. Ugye egy fontos dolog van, hogyha az ember itt szüreteli a fáról, akkor nagyon kell vigyázni, mert van pár mérges kígyó néha a fán, ami meg tudja ölni az embert. De ez megint csak Afrika egy ilyen hely, úgyhogy igazából az embernek reflexből hozzá kell szokni ahhoz, hogyha reggel föl kell és fel akarja venni a nadrágját, akkor előbb azt ki kell rázni, mert lehet, hogy aludt benne egy skorpió, és lehet, hogy még mindig benne van, és nagyon kellemetlen tud lenni. Ha az ember szed egy gyümölcsöt a fáról, akkor nagyon meg kell nézni azt a fát, hogy egyik ága nem kezd el mozogni, mert ebből problémák lehetnek. Illetve ebben most lehet, hogy egy kicsit beletekerünk, mert volt még egy étel, amit ettünk útközben odafele, ez a vadrépa. Olyan, mint a miénk, csak kicsi, fehér, és nem hasonlít egy répára. De édeskés, lédús, meglepően jó tápanyagforrás, és ha az ember lemossa, még mindig meg tudja úszni. Nekünk a kiképzőn mindig annyit mondott, hogy ne nyúj hozzá. Ez az, nem egy nagy darab, de amikor az ember már gyalogol jó pár órája, és kell neki valami olyan, ami a vércukrát följebb viszi, több a semminél. És ez is egy újabb érdekes dolog, amit meg lehet enni Afrikában. Igazából a felszínen van két pici szőrös levél, és az ember simán át. Én legalábbis simán átgyalogolok rajta, a maszályok azok egyből lehajoltak, ha éhes volt, ha nem is rögtön elkezdett kajálni. De ők azért közelebb állnak a természethez, és nála az, hogy ő neki ez a minden. Tehát ő nem leugrik a boltba egy csokiért, hanem kimegy az erdőbe, és kitúr egy ilyen répát, és megeszi, és lehet, hogy amúgy nekik van igazuk. Aznap, mikor megérkeztünk, kicsit beljebb is mentünk, ez a tábor mögött van, ez itt a völgy ezen a képen, illetve a völgy bejáratánál található a helyi élményfürdő és vízgyűjtőhely. Hát ez a völgy, ez nekem nagyon-nagyon betalált. Ebbe kanyarog egy kis folyó, ez a folyó, inkább mocsár, és imádom, amikor ilyen köves, sziklás részek vannak a folyóval vegyítve. Rengeteg sok madár volt, koronás darvak, nyerges gólyák, tényleg gyönyörű szép volt a hely. Itt talán jól látszik, hogy ahol a folyó folyik, és ahol nagyjából vízszintes a talaj, oda éjszaka lejönnek a nagy vadak ki az erdőből, és ott élik a kis életüket, ez pont egy vadgázló. Habár a helyiek, és ez is érdekes, a helyiek azok simán itt legeltetik a teheneket. Tehát, hogy itt a Máraloitában volt az, hogy a gnúcsorda meg a tehéncsorda azok konkrétan egymással elvegyülve marha jól elvannak, és ez a maszályokat egyáltalán nem zavarja. Azt lehetne tőlük tanulni, hogy hogyan kell a természettel együtt élni, mert ahhoz nagyon értenek. Igen, hát ebben a dzsindzsában sétálgattunk még egy kicsit. Igazából ugrunk is a következőre.
Aztán megtanítottuk őket pár alapvető dologra, tényleg amit mi tanultunk a kiképzésen, elsősegély, hogyan kell felrakni az érszorítót, hogyha ugye kafferbi vagy bármi megtámadja őket. Történt már ilyen, mondjuk orszarvúval, hogy fölöklelte az úriembert, átszúrta a karját, elvágta az ütőeret. Arra van, ez a szerszám, megmentett. Tehát konkrétan egy olyan esetről tudok, amikor konkrétan az az érszorító, amit a mi szervezetünk küldött ki, és amit mi tanítottuk meg nekik, hogy hogyan használják, az már legalább egy életet megmentett, úgyhogy igazából minden megérte. Itt ilyen alapvető dolgok, hogyan kell egy veszélyzónából kihúzni egy embert, itt valahogy hogyan kell feltenni az érszorítót, itt a srácok nagyon lelkesen gyakorolják, főleg ott hátul azt egy élmény volt nézni. Igen, itt érdekesség, hát nem akarom őket leszólni, ők egyszerű emberek, nem a legélesebb kések a fiókban. Tehát alakzatokat gyakoroltatni velük az nem működött. Tényleg a legegyszerűbb dolgokat kell velük gyakoroltatni, de az az igazság, hogy ők tipikusan azok az emberek, hogy ahol ők élnek, ahhoz nekik minden tudásuk megvan, és sokkal nagyobb tudásuk van, mint például nekem. A modern világ vívmányaival, és ez szerintem az afrikai emberek jó részére igaz, nagyon nehezen birkóznak meg, és ilyen például a műanyag is. Megtörtént az az eset, és én nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy ez miért történt meg. Mentünk az erdőbe, amúgy Kenyában tiltva van a nylon zacskó, ami pozitívum, de az egyik csávó talált egy ilyen darab nylont, most nem zacskóból, valami ponyvából, és fölvette, és én nyugtáztam, hogy na, jó gyerek, oda ment egy lyukhoz valami méhészborzást, beledugta a nylon darabot, lándzsájával így betunkolta, és akkor az eltűnt. Nem látom, nem fáj. És nagyon sokáig gondolkodtam, hogy ezt miért csinálta, és eleinte kicsit mérges is voltam rá, de aztán rájöttem, hogy igazából ezt Európában is csináltuk, pár száz évvel ezelőtt kukoricacsuhéval, és nem akarom őket leszólni, tényleg nagyszerű emberek, de igazából az afrikai emberek nagy része gondolkodásmódjában le van ragadva a középkorban. És neki az, hogyha ő azt oda eldugja, akkor az ott eltűnt. A probléma az, hogy a 21. nem hagytuk őket a saját útjukat járni, mint európai emberek, én ezt látom, és a 21. század szemetét termelik, amivel nem tudnak mit kezdeni, a 21. század fegyvereivel ölik egymást, és én személy szerint ezt látom a legnagyobb problémának, hogy Afrikát annyira sokáig tartották sötétben, hogy most nem tudnak mit kezdeni a világgal, ami meg áramlik befelé. De ezt csak ilyen gyors kiugrás. Aludtunk egyet a fa alatt. Erről a fáról azt kell tudni, hogy a Kolumbusz majmok kedvenc buli helye, ezt hajnali 3:30 körül kezdik el, és elkezdik egymást mindennel dobálni, ami a kezükbe esik, az a minden pedig az én sátramra hullik rá, és én ennek iszonyatosan örülök így hajnali 3:30, amikor az ember előző nap egész nap gyakorolt, és örülhetnek, hogy nem volt nálam fegyver, mert lehet, hogy az első áldozatom egy majom lett volna, mert fú! Ja, és ha ők nem, akkor van egy tanya az erdő szélén, akkor az ottani szamár az nyitotta a napomat 5-kor. Tehát ő rendes volt, ő legalább a nappal kelt, nem előtte. Meglepően csípősek voltak a reggelek, volt, amikor ilyen 7-8 fok volt reggelente, úgyhogy mindig igyekeztünk föl a dombtetőre. Gyönyörű volt amúgy is a nap felkelte, és kicsit megmelegedtünk. Összecuccoltunk, és elindultunk a bozótba. Na most, amikor azt mondják, hogy a bozót sűrű, akkor valami ilyesmire gondolnak. Erről berakok egy videót, miközben mesélek, mert hát mindenről van egy jó kis videó. Na most, aki majd közelebbről, vagy aki kicsit jobban megnézi, az így látja, hogy még a kamerán is látszik, ahogy száll a por, meg a pollen. Szegény Stefán kollégám kb. Mindenre is allergiás, és amire nem, arra meg ott van az aszmája. Tehát aznap, ez is egy ilyen apró trükk, hogy az ember ha allergiás, ha nem, akkor is mindig vigyen magával megfelelő tablettákat és gyógyszereket Afrikában, mert ott nem lehet beszerezni, és Stefán kollégámnak azért egy-két napját megmentettem azzal, hogy nálam volt ilyen. Nem viccből sétáltunk ennyit a Jinjában. Itt voltak az értékes dolgok bent, csak hála Istennek kicsit nehezen lehet hozzájuk jutni. Ez a videó igazából folytatódik, így meglepően sokáig tudtam tartani a kamerát a bozótosban. De mire kiértünk a bozótból, volt egy látvány, igazából ezt miután beraktam és előadtam próba előadáson otthon drága páromnak,
Akkor jöttem rá, hogy ez pont ugyanúgy néz ki, mint itthon bármelyik erdő. De esküszöm, hogy ez ott készült. És azért, ha az ember kicsit beljebb megy, akkor előjönnek a különbségek. Például, ha így beljebb megyünk, ilyen fák, ilyen zuzmokkal, ez amúgy a helyiek szerint gyógyítja a rákot, ez a Prunus africana. Rengeteg ilyen fa van, hatalmasak, gyönyörű szépek, és tényleg veszélyben vannak, mert az emberiség valamiért a ritka dolgokat imádja írtani. Például ezekből a fákból már nagyon kevés van, és ezért nagyon sokat érnek a fekete piacon, és létezik fa fekete piac. És ott ezeket el lehet adni, nagyon jó pénzért. Ez itt Kenyában amúgy még egy visszafogottabb dolog. Dél-Afrikában ismerek olyan helyet, ahol hetente tűzharc van egy csoportnyi fáért, ami csak egy dombon nő ott. És a világon csak ott nő, és ezért valami gazdag ember abból akar magának, nem tudom, éjjeli szekrénykét csinálni, akkor... Na igen, hát az emberiség. Ott kiértünk a dzsindzsából, és Mózes rögtön felvette a szokásos mesélős pozícióját. Hallgattunk történeteket abból az időből, amikor még turistákat vezetett körbe, itt Maraloitában, és valamiért a városból kiszabadult turisták nem akarták megnyúzni az impalát, pedig azt mondták, hogy úgy akarnak élni, mint a masszáj vadászok. Viszont tanultunk nagyon érdekes növényekről, rengeteget mesélt, ugye ezt már mondtam Mózes. Hadd mutassam be a két kedvencemet, az nem egy zoknifa. Az viszont nagyon sejmes, puha levelei vannak, amivel ha az ember megfelelő mennyiségűt összegyűjt, és mondjuk már nincs nála egészségügyi papír, akkor ez kifejezetten jól használható törlésre. Viszont ez a másik, és utána néztem, Magyarországon kapható az interneten, ez a fokkefefa. Ez úgy néz, ez nem saját kép, ezt az interneten találtam, de igaz, én rengeteg ilyet rágtam ott Afrikában, mert ha az ember úgy is sétálgat, akkor miért nem mosna közben fogat. Igazából úgy néz ki, hogy egy nagyjából ilyen új vagy kicsit vékonyabb ágat letör az ember, lehámozza róla a kérget, megrágja, bedörzsöli vele a fogát, csíp, és az az igazság, hogy én nem láttam fogatlan maszájt, tehát valószínűleg működik is, és teljesen bio, teljesen természetes, utána el lehet dobni, lebomlik, marha jó dolog, csak Afrikában él, úgyhogy mi ezt buktuk, de igen, tehát vannak nagyon érdekes növények, és nekem nagyon tetszett, hogy nem csak azt mondta el az öreg, hogy mi ehető, meg nem ehető, hanem tényleg mindenbe belementünk, mi a jó, megmutatta van a Agacanthra nevű növény, aminek lefőzik a mérgét, és úgy használják, mint az Amazonasban a nyílméreg béket, tehát hogy azzal jártak régen vadászni a nyilakat, azzal kenték be. Aznap éjjel vissza is értünk a táborba, és amiért beraktam újra egy képet erről a teljesen átlagos bokros, bozótos részről. A táborunk az nagyjából úgy nézett ki, hogy volt egy dombtető, az tök kopár volt, volt rajta egy rét, ahol a kiképzést tartottuk, és az egyik oldalon volt az erdőbe benn, a rét mellett a tábor, a másik oldalon pedig ez a bozótos volt. Visszaértünk, lecucoltunk Stefán kollégámmal, leültünk és lelkileg átszelemültünk az esti csájra. A csáj az a fekete tea tejjel, ez ilyen angol szokás, és ugye ők angol gyarmat voltak, ez megmaradt, meglepően finom dolog, én nem szeretem a kávét, de ez marha jó helyettesítette. Szóval éppen ücsörögtünk, mikor berontott az egyik ranger, hogy úristen, úristen, azonnal jöjjünk. És egy egész napi gyalogás, hogy mit akarsz, hagyjál, nem akarok. Elefánt, elefánt. Ja, hogy elefánt, akkor már a tea várhat, ez érdekesebb lesz. Itt álltunk, nagyjából ott, ahol az a bokor van a kép alján, az elefánt pedig ott állt benne a bokorban. Az volt az egyetlen probléma, hogy késő éjszaka van. Úgyhogy megérkeztünk, oda átsétáltunk, álltunk, és nálam az volt az a pillanat Afrikából, amit akármikor elmesélek, mindig beleborzongok, amikor az ember először meghallja azt a mély, morgó hangot, amit az elefánt kiad. Hát azt szerintem se filmen, se, hogy nem lehet visszaadni, és akkor utána elkezdi az ember hallani, ahogy töredeznek le az ágak. Nekem az a pillanat az volt, amiért minden eddig megtörtént, és majd ezután a pillanat után még megtörténő nehézség, bőven megérte ezt az utat. Ami ijesztő volt, és ezt amúgy idén februárban Dél-Afrikában tapasztaltam is, hogy az elefánt,
az egy marha csendes állat. Tehát abban a pillanatban, hogy fordult a szél és megérezte a szagunkat, ez a 3 és 5 tonna közötti kis állatka olyan csöndben tudott maradni, hogy ha nem tudjuk előre, hogy ott, akkor észre se lehet. Tehát nem simán el tud sétálni úgy, hogy fel se tűnik. Amikor ez megtörtént, akkor szólt is a helyi srác, hogy akkor menjünk, mert az elefántok nagyon komplex egyéniségek, és ez nem vicc, tehát, hogy minden elefántnak saját egyénisége van, és ha kifogunk egy hisztisebbet, az lehet, hogy agyon tapos minket. Úgyhogy akkor inkább leléptünk, de nekem ez volt az a pillanat Afrikában, amikor én a legközelebb álltam az afrikai elefánthoz. Vicces, hogy azóta voltam még egy hónapot Afrikában, és nem találkoztam elefánttal, tehát nekem ő az én unikornisom, vagy Moby Dickem, amit nem találtam még meg soha. De ez az élmény, ez egy olyan dolog, amit szerintem még az unokáim is pár százszor meg fognak hallgatni. Másnap reggel elindultunk. Az előző napi túra miatt szegény Stefan kollégám eléggé kikészült az allergiájával, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a helyi fürdőbe, és pancsolunk egy jót. Le kell mászni így ezen a dombon, utána át kell menni ezen a mocsáron, ami azért vicces, mert amikor az ember megfürdött, visszafele is át kell menni a mocsáron, úgyhogy sok értelme van, és megérkeztünk az élményfürdőbe. Ami nekem nagyon tetszett, hogy itt, ebből a kőből, ott jön föl a víz, és nem föntről folyik, hanem konkrétan alulról a kőből folyik ki a víz. Marha jól néz ki, teljesen természetes. Olyan jót fürödtem, hogy még a lábamat is belemertem dugni a vízbe. Tehát én belém nevelték a kiképzésen, hogy Afrikában minden természetes vízzel nagyon óvatosan. Tehát amíg nem forraltam föl és dobtam bele klórtablettát, addig nagyon óvatosan kell vele bánni, mert a víz esz meg engem. Ami vicces volt, és amiért bele is raktam a lábamat, hogy ez a kis tavacska tele volt kis halakkal, és lehet ezt a kozmetikai kezelésre elmenni, amikor az ember bedugja a lábát egy ilyen akváriumba, és akkor jól lerágják róla a bőrt a halak. Na, itt ezt így az erdő közepén, a Jungle Wellness-ben Stefan kollégámmal egy fél napig áztattuk a lábukat, amúgy marha jó volt végre kibújni a bakancsból. Inkább csak aludni nem bakancsba mentem. Igazából ez egy kellemes nap volt, utána ugyanúgy tartott, majdnem minden nap tartottunk nekik valamilyen képzést, most vagy nyomolvasásból, mert állati nyomolvasásból nincsen, nem is állati, emberi nyomolvasásból nincsenek toppon a helyi srácok, de ezért mentünk oda, és ha már ennyi mindent tanultunk az öreg Mosestől, akkor ez volt az alap, hogy valamit visszaadunk. Másnap reggel szerintem a leggyönyörűbb reggelre ébredtem, amit afrikai pályafutásom alatt valaha is láttam. Igazából erről sajnos nincs videóm, de itt a leopárdnak az üvöltése még hallatszott a háttérből, mert nem volt elég gicses az egész amúgy is. Gyönyörű madárszóval. Nekem ez a reggel nagyon beindította a napomat. Tényleg ott ült benne a felhő a völgyben, tehát ez a National Geographic-on szokott az ember ilyen témájú képeket látni, hanem is ilyen bénákat, de ilyen témájú képeket látni. És aznap én még nem tudtam, hogy nem ez a nap csúcspontja. Mózes megjelent, és mondta, hogy na, ma elmegyünk a vízeséshez. És ott mindegyik ranger úgy be volt zsongva, hogy mi meg álltunk, hogy jó, hát vízesés, ott láttam én a plitvicei tavakat, mit tudnak nekem mutatni. El is indultunk, mentünk a völgybe, sosem egyszerű, ez az a völgy, a völgy, ez mindig ugyanaz a völgy, csak most tovább is mentünk benne. Nagyon szépen kanyarok be az őserdő mélyére ez a folyó. És haladás közben ezt a képet azért raktam be. Nagyon érdekes sztori, van az úgynevezett bushbuck nevű bozóti antilop, vagy erdei antilop. Ilyen kis állat, marha zajos, amikor felugrik. Na, abban a bokorban, ott, abban a bokorban ott volt egy ilyen. És én hallottam, hogy motoszkál, de mire szóltam volna, megugrott az antilop, és ennek olyan hangja volt, mint hogy elefántcsorda csörtetne éppen. Úgyhogy mindenki nagy lelkesen elkezdett futni a bokortól elfele, hogy hát ugye, mint ahogy a medvénél is, gyorsabban kell futni a másiknál. Így tettem én is, amíg meg nem láttam, hogy Mózes így áll. Tehát mint egy átlagos hétfő reggelen, és röhög, hogy ezek már megint hova futnak. A vicces az volt, hogy ahova futottak, a völgy túloldalán, a bokorban, ott tényleg volt egy kafferbivaj.
És amikor az fölhorkadt, akkor így az egész banda így egyszerre így. Jó, akkor én most arra megyek. Úgyhogy ez volt annak a túrának a legveszélyesebb pontja, ha az állatokat nézzük. Igazából ez, tehát ahogy Mózes állásából is látszik, ez egy átlag hétfő reggel náluk, úgyhogy én egy kicsit stresszeltem még rajta, de mentünk tovább, őket ez nem túlzottan érdekelte. Haladtunk tovább a völgyben, követtük a folyót, aztán egyszer csak egy víziló csapáson elindultunk föl az erdőbe, ami azért stresszes, mert a víziló csapás helyenként vízilóvakat is tartalmazhat, és kellemetlen velük összefutni a bozótban, és ez konkrétan olyan bozótjárás volt, mint amit mutattam, tehát hogy úgy húztuk el a bokrokat, és próbáltunk átvergődni a dolgokon. Utána még bejött a jó öreg hegygerincen föl lett úra, és utána leültünk pihenni, mielőtt elmentünk a vízeséshez. Ez a kép azért is érdekes a látványon túl, ami amúgy gyönyörű és fenséges, és sajnos nem tudja átadni teljes valójában ez a fénykép, de ott a dombokon túl, a szavanna lankáin, az már a Serengeti Nemzeti Park. Hát nem tudom, mit mondjak erre, bocsánat, ezt nem tudom, ezt szavakkal már csak elrontani lehet, és még mindig nem ez volt a legtutibb része a napnak. Mert akkor megérkeztünk egy laza másfél órás tömény lejtmenet után, megérkeztünk a vízeséshez, ami, hát igen. Hát ilyen ki, úgyhogy én láttam a plitvicei tavakat, az elbújhat emellett. Tényleg, tehát olyan felséges látvány volt, és főleg, hogy egész nap túráztunk, és ott szállt a vízpermet, és tehát egyszerűen gyönyörű volt a hely. És amiért külön érdekes ez a hely, mert itt, Mózes elmondása szerint, itt előttünk fehér ember még nem járt. Tehát ő ide fehér embert még nem hozott, és egy kicsit, mint Kolumbusz Kristóf, úgy hízott a májam, hogy na, ezt én látom először. De... Hát gyönyörű volt. Ami külön érdekesség, még itt elmondanám, ha már úgyis itt van a nagymamám, nem Stefán kollégám sellői habteste a lényeg a sziklán, hanem a növények, amik körülötte vannak, és ami ott a másik képen is látszik. Ez micsoda nagy? Neked ilyen nő, ott a nagymamámnál pont ilyenek nőnek az ablakban. Amarillis, azt köszönöm szépen. És annyira megtetszett, hogy ez meg itt úgy nő, mint valami gyomnövény, hogy rögtön lefotóztam. Hát nem mondom, hogy ez a legszebb, de ez volt az utolsó, ami még nyílt. Úgyhogy ez volt igazából a túránk hivatalos fénypontja. Nálam az elefánt volt, de arról nem készült bizonyíték. Gyönyörű hely volt, hát el voltunk egy pár órát, én nem nagyon tudtam betelni vele. Utána egy laza 3 órás emelkedő volt ott, ahol lejöttünk. És aznap este... aludtunk. Na, itt nem is itt a felémeső kép, az az érdekesebb, két okból is. Először is aznap éjjel már elkezdett cseperegni az eső, hogy úgy döntöttünk, hogy ebben a szaletliben, ami a videón is látszott, ebbe fogunk aludni. Én itt fölállítottam ugyanazt a kis dolgomat, kivéve, hogy nem terítettem rá ponyvát, mert tetőn már volt a fejem fölött, hogy, de én ugyanúgy aludtam, Stefán kollégám pedig jó angol módjára, az asztalra borulva, hálózsákban, ott egy ember. Ő úgy döntött, hogy ő ilyen, azt mondta, hogy ő úgyis nagy kocsmatöltelék, hát ő tud így aludni, úgyhogy ő így aludt. Illetve a másik, ami érdekes, és az sajnos akkor nem sikerült elhozni, ez a fekete-fehér csík, ez egy tarajos sülnek a tüskéje, amit elhagytam menet közben valahol a csomagolásnál. Az az érdekes, hogy amikor az ember megtalálja, ez egy nagyon szép, hát olyan, mint egy nagy hurkapálca, és nagyon díszes hurkapálca. Ami érdekes, hogy megtaláltam, marhára örültem neki, majd feltűnt, hogy amúgy fél Afrika ezzel a cuccal van beborítva, mert az az állat mindenhol is elhagyja a tüskéit. Úgyhogy akkor nagyon örültem neki, amikor megtaláltam, utána meg rájöttem, hogy kb. A tábor mellett is fölvehettem volna, csak eddig nem tűnt föl, hogy ott van. Hát másnap már cuccolnunk is kellett, és indulni hazafelé. Rövidebb volt ez a tartózkodás, mint amit szerettünk volna.
de hát ugye a vírushelyzet közepén mentünk, és most idéznék egy klasszikus, de talán nem ide való, mert kicsit csúnya, de a Monty Pythonban mondanak valamit a gyaloggalopban az angolokról. Ez így igaz, az angol, igazából a kenyai konzulátus közölte a Stefan kollégámmal, hogy ha nincs PCR tesztje, akkor nem engedik ki az országból, és nem engedik hazamenni. A brit konzulátus meg annyit mondott, hogy úgyhogy 3 nappal előbb kellett mennünk, hogy Stefan tudjon PCR tesztet csinálni Nairobiban, mert csak Nairobiban egy laborban lehet olyan PCR tesztet csinálni, amit elfogadnak. De ezen már meg se lepődtünk. Össze kellett hát cuccolni, nagyjából ugyanazt a pakot raktuk össze, annyi különbség volt, hogy hazafele már az úton mentünk, ez az út, egy motor, nagyon sokan járnak motorkerékpárral amúgy, tehát az utazás és a szállítás fő módja. Nagyon tetszett, ilyen kis falak mellett mentünk el, tényleg megvan még nagyon sok helyen, ez a kör alakú, sárból tapasztott kunyhó, nagyon sok, tehát itt igazából az emberek nagy része még mindig a marhatartásból, illetve kecsketartásból él, amire majd kitérek, annak én annyira nem örültem. De nagyjából így néz ki egy helyi tanya, ez nem be van kerítve, a kerítés az pont mögötte van, vagy hát így előtte felénkes oldalon, abba terelik be éjszaka a marhákat, hogy leopárdok, oroszlánok és egyéb kártevők ne próbálják megenni őket. És hát igen, ilyen ablaktalan házak, víz nincs, áram nincs, és mégis boldogan tudnak benne élni. Én szomorú emberrel nem nagyon találkoztam Kenyában. Tehát olyannal, aki most nagyon küszködne, vagy nagyon nehéz lenne az élete. Itt történt egy dolog, ami nekem kicsit negatívan érintett eleinte, és az az igazság, hogy amikor ott voltam, engem minden is lesokkolt. Tehát ugye az ember elmegy a világ másik felére, akkor döbben rá, hogy ez azért nagyon-nagyon más, mint nálunk. Találtunk egy kivágott fát, és hát ugye ezt hivatalosan nekik be kéne jelenteni, és akkor még nem értettem, de Alfred csak így megmondta a vállát, és annyit mondott, hogy hát szomorú. És mikor tovább mentünk, akkor találkoztunk az elkövetőkkel, akik láncfűrésszel és benzinnel felszerelkezve mentek vissza fölaprítani a fát. Alfred odament hozzájuk, beszélgetett velük, lepacsisztak, és a két úriember folytatta útját tovább be az erdőbe. És én akkor nagyon kivoltam akadva erre, hogy lehet ezt, hogy mégiscsak ez a munkája, és nem végzi el. De akkor még nem értettem azt, hogy, és utána, és ezt elmondta akkor Alfred is, csak akkor még nem esett le, hogy hát de maszájok. Tehát, hogy én náluk a törzsi kötelék az olyan, ami felülmúl mindent, és nagyon, olyan szinten lojálisak a törzsel szembe, hogy igazából nekik ez a küldetésük, és hajlandóak félrenézni, csak azért, hogy a saját társaikat fedezzék, pláne, hogy a maszáj iskolához mentek faanyagot kivágni az erdőbe. Nem mondom, hogy dicséretes a szempont, de azután, hogy megértettem ezeket az embereket, legalább érthető a szempont. Az erdő ettől függetlenül el fog fogyni, ha így folytatják, de ez ellen már a kormány azért próbál fellépni, meg előbb-utóbb már csak nem kell több iskola, oda már Aloitába se, talán ezt az egyet jól megépítik. Itt még meg kell említeni egy kicsit mókásabb történet. Ott a hegy mögött már Mara Loita, leültem, boldog voltam, minden rendben volt, vidám voltam, amíg rá nem jöttem, hogy ebben ülök. Ez egy ilyen 80%-os hangyaoldat. Tehát ezek csak hangyák, ezek az úgynevezett safari hangyák, az a jó szokásuk, hogy ilyen utakat építenek, és ők azon közlekednek, mint egy ilyen főút, ők azon közlekednek az erdőbe, ha az ember ráül, akkor ennek annyira nem örül. De hát Istenem, meg lett nekünk mondva, hogy nézd meg, hogy hova ülsz, nézd meg, hogy hova lépsz. Máté egyszer felejti el, és belül egy ilyen hangyabolyba. De hál' Istennek, ők csak kellemetlenek. Aznap este visszaértünk Mara Loitába, és ünnepi vacsorát tartottunk. Vettek nekünk egy kecskét. Élve. Hát ugye disznóvágást én már láttam, úgyhogy nekem nem lett volna probléma ezt megoldani. Elkérték a késemet, hogy ezt majd ők megoldják, csak hogy nyúzáshoz adjam oda. Na most megint jött a kultúrsok. A maszájok azt tartják, hogy ők tisztelik az állatot, és nem ontják vérét. Ezért úgy ölték meg a kecskét, hogy befogták a száját meg az órát, és megvárták, amíg nem kapálózik. Hát csak ez olyan 2,5-3 perc kapálózás után, és a kecskének meg szegénykémnek hát ott vert a szíve, amikor neki kezdtek. Ez nagyon durva és nagyon sokkoló élmény úgy elsőre,
megint azt kell megérteni, hogy ez egy más világ, ők ezt évezredek, évtízezredek óta így csinálják, tehát mióta kecskéjük van, így vágják le a kecskét, amikor nem volt, akkor az antilopot így ölték le. Ez egy szomorú dolog, de pozitívumként azt megjegyzem, hogy felestett olyan dolog, hogy kidobni, olyan nem történt. Tehát a szőrét úgy nyúzták, hogy az elő lett készítve, az összes csontot felhasználták, a belét kimostuk belőle a bélsarat, és kisütöttük a saját zsírjában, és megettük. Chipsnek. Marha jó volt. Hát úgy 10 nap krumpli és káposzta után szerintem akármit adnak, azt én nagyon jó ízzel ettem meg. Igen, itt egy dolog van, mert azt is megettem, és nem kellett volna. Este elkezdett szemerkélni az eső, amit majd mutatok, hogy mibe torkolt. De kicsit átáztunk, és másnap reggel Alfred megjelent egy ilyen fa küblivel, hogy ez gyógyszer. Na, amikor egy afrikai ember egy fa kübliben bármit nyújt az ember felé, és azt mondja, hogy ez gyógyszer, na, azt nem szabad meginni. Én ezt akkor ott nem tudtam, úgyhogy kaptam egy ilyen barnás színű aludtejet. Ez a maszájoknak a hivatalos itala, ez igazából alvat vér, meg aludtej összekavarva, és ez gyógyszer, jó mindenre. Hát 5 napig a WC-n aludtam. Olyan jó volt, tehát a szervezetem az olyan szinten nem bírta befogadni ezt a dolgot, hogy félelmetes. Pro tip, széntablettát is vinni kell Afrikába. Említettem, hogy este elkezdett cseperegni az eső. Na, ez reggelre kicsit elfajult. És ez egész nap így szemergett. És itt megmutatkozott az alvóhelyemnek 2 nagy gyengesége. Először is, hogy egy marha olcsó poncsót használtam, ami átázik. Azóta ezt a problémát orvosoltam, ez már egy sokkal jobb darab, csak sokkal nehezebb, meg nagyobb, meg bonyolultabb, de legalább száraz marad az ember, és ez azért megér pár plusz dekát a cuccban. A másik nagy probléma az volt, hogy ugye az én otthonom, az a rossz irány, az én otthonom az a földön foglalt helyet, és ezen a felémesőképen nehezen kivehető, de az ott egy vizes árok, amit a délután ástam, amikor elállt az eső, ugyanis az afrikai föld egyszerűen nem issza be a vizet, annyira száraz, hogy tehát először fel kell ázzon, hogy be tudja szívni a vizet, és mivel nem szívja be a vizet, ezért a víz az ilyen 1-2 centi mély víz, az így domboldal szélességben hömpölyög ilyenkor lefelé. És hajnal 2-kor, mikor Máté megnézi, hogy minden rendben van-e a cuccával kívül, kicipzároztam a bivakzsákot, és ahogy így rátenyereltem a szélére, hogy kinézek, akkor az összes víz az úgy be is jött minden cuccomra rá. Nagyon boldog voltam, és a tűz mellett éjszakáztam jól lelázva, ezután kaptam az ominózus gyógyszert, amitől meg aztán, tehát az korona volt az egésznek a tetejére. A másnap, mert még egy napot ott töltöttünk, akkor már egy dombra tettem az alvóhelyemet, és esőkabátban, ponyva alatt, bivakzsákban aludtam, hogy, tehát én mondtam, hogy én még egyszer el nem ázolok, amúgy meglepően jól sikerült aludni ahhoz képest, hogy milyenek a körülmények. És ez volt Afrika varázslatos része, és itt leszögezem, hogy minden nehézség, ami ez előtt történt, az megérte, sőt, még azt is elmondom, hogy ami ezután történt, ugyanis még vissza kell menni Nairobiba. A Verdával. Megérkezünk a Verdához. Defekt. Hol van Hozé? Alfred, hol van Hozé? Elment kereket javítani. 1,5 óra, Hozé megjelenik, egy motor hátulján ülve, szorongatva a kereket. Szuper! Már rutinból ment a dolog, emelő, autó fel, kerék le. Nem jó, túl nagy a pótkerék, nem fér be. Vakarja a fejét, semmi probléma, zseniális megoldás. A kisrácok nagyon bele tudtak sétálni mindig a képekbe, de az ott egy kupacföld, az meg ott egy gödör. Ásott egy gödröt az autó alá, akkor már befért a kerék. Fölcsavarozta a kereket, leengedte az autót, Hozé föláll. Ja, amúgy rossz az aksi, be kéne tolni. Mondom, te ember, te tudnám, hogy nem vagy egy címeres marha. Vagy ha azt hinném, hogy nem vagy egy címeres marha, akkor most úgy megvernélek, mint hogy járni nem tudsz, mert konkrétan fölemelted az autót, ástál alá egy gödröt, beletetted, majd közlöd velem, hogy toljam be. És ő nem értette, hogy ezzel mi a probléma.
négyen toltuk ki a gödörből az autót, meglöktük a lejtőn, elindult, beugrottunk, mentünk 400 métert, ott a képen már látszik is, a kuplung azt mondta, hogy ő ezt feladja, ő ezt nem bírja, nem, strike, kész. Az autó nem megy sehova. Állunk, ez le volt 20 perc, amíg leesett hozzájának, hogy az autó már nem megy sehova. Utána még egy óra volt rávenni Alfredot, hogy figyú, de kéne egy másik autó, mert ha az autó nem megy, akkor mi sem megyünk. És még másfél óra volt, mire megjött a terepjáró, ami leváltotta ezt a szekeret, mert az is defektet kapott. Mondom, minden sarkon defekt. Utána már egy kellemes 3,5-4 óra volt nárok, ahol szintén felültünk a buszra, másfél órát busz, vagy 5,5 órát buszoztunk vissza Nairobiba, és este 9-kor érkeztünk meg. És aki emlékszik, az elején mondtam, hogy a konzulátuson említették, hogy éjszaka ne nagyon menjek ki az utcára. Hát este 9-kor már sötét volt, és én kint voltam az utcán. Nagyon nem örültem neki, úgyhogy ezt a kisbicskát az ölemre felcsatolva, szorongatva, nagy hátizsákkal mentem, hogy hozzám szól, azt én megölöm. Az engem nem érdekel, nem? Hozzám szóltak, felcsendült az excuse me, én már fordultam, hogy most meghalsz. Kék barát sapka, kék poncsó, AK-47-es géppisztoly. Biztos úr, szép jó estét, miben segíthetek? És csattant egy bilincs. És én megálltam, hogy hát ez most mi? Stefán kollégám megfordul, odajön, bocsánat, mi a probléma? Rajta is csattant a bilincs. Álltunk ketten itt a lakodalomban, hogy hát most mi történt? Áll a rendőr, nincs magukon maszk. Ha nem mondom, senki nincs maszk. De magukon nincsen maszk, és törvényben van, hogy maszkot kell hordani. Amúgy törvényben az van, hogy maszk kell legyen az emberen, az nem, hogy hol. Tehát konkrétan valaki a vállán hordta a maszkját. De ez már részletkérdés. Na jöjjenek, majd megbeszéljük ott a sikátorban. Na, én nekem itt lepörgött a szemem előtt annyi forgatókönyv, egyik se volt vidám. Tehát a legjobb az volt, hogy egy Nairobi cellában töltöm az éjszakát. Mondták, hogy 10.000 shilling, az ilyen 20.000 forint. Ha mondok neki, nem 10.000 shilling, de 10.000 shilling, nem, 2.000 shilling, 50 euró. Nem, 10.000 shilling, de mondom, nekem nincs shilling, úgyhogy ha pénzt akarsz, akkor ezt tudom adni. Úgyhogy gyorsan lefizettük a zsarukat 50 euróval, halkan jegyzem meg, hogy az az euró igazából el volt szakadva, tehát nem nagyon tud vele mit kezdeni, de ez már az ő baja, nem az enyém, kellett neki megbilincselni. Úgyhogy így kivásároltuk magunkat a rendőrség karmaiból. Ez már csak ilyen hab volt a tortán, a 9 órás szenvedés, és autó, és csere, és mit tudom én. Nagy nehezen elértünk Nairobiba, a Liziben eltöltöttünk egy éjszakát, majd Stefán kollégám másnap elment PCR-tesztre, és azt mondta, hogy neki elege van, ő állja, de hotelt váltunk. Ez a Hilton ablaka. Nagyon luxusba éltem, nem én fizettem a nagyját. Stefán azt mondta, hogy őt nem érdekli. Na most itt a Kenyában ez fontos, hogy a Hilton az körülbelül egy 3 csillagos szállodának felel meg. Ami miatt nagyon drága és nagyon luxus a hely, az a géppisztolyos őr, a betonbarikád és a fémdetektor az ajtóban. Emellett a Liziben, ahol aludtunk, ott ki volt rakva egy tábla, hogy létszi, ne hozz be fegyvert. Tehát igazából volt némi különbség. Ez sajnos fontos megjegyezni, hogy Nairobiban, ami olyan nyugat, tehát nem azt mondom, hogy nyugati, de ami színvonalas építmény, iskola, autószalon, akármi, egy rendes családi ház, az 3 méteres betonfal, villanypásztor, szöges drót. És esetenként kutyás őrség. Tehát, hogy ott mindent így kell védeni, mert amit nem így védenek, az eltűnik. Elkövettünk egy nagy hibát még a becsekkoláskor, megkérdezték, hogy a szállodának melyik oldalán szeretnénk szobát kapni. És én akkor még nem olvastam erről, hogy a szálloda az a Nairobi Nemzeti Park mellett van. Úgyhogy azt mondtuk, hogy mindegy, ők megmondták, hogy akkor az utcára néző szobát kapjuk. Úgyhogy ez volt a látvány. Azért itt is történtek gyönyörű, szép incidensek, tehát hogy a rendőr autó megkülönböztető jelzés nélkül az autópályán forgalommal szembe, az simán meg, hogy jött ugyanolyan kamion, mint ami a képen van, csak se fülke, se plató nem volt rajta, és csávó bukó sisakban vezett, és mit tudom, elment 5 ilyen, mert valami autógyárból úgy hordják egyikből a másikba az autókat, hogy megy, csak még kasz nincs rajta. Ezek már csak ilyen apró, nüansznyi megfigyelések voltak ott a vadonban. És én igazából ennyi volt az út utána, még 2-3 napot ott el kellett tölteni, de hazajöttem. Voltak negatív élmények, volt nagyon sok sokkoló dolog, és aki úgy megy Afrikába, és ezt a módját választja annak,
amit én csak ajánlani tudok. Én láttam Afrikának az igazi arcát, és ez az arc ez néhol nagyon pattanásos, hogy úgy mondjam. De összességében a Kenya egy gyönyörű ország, Afrika egy gyönyörű hely, megéri megnézni. Na, arra kell felkészülni, hogy nagyon-nagyon mások, mint mi. És ahogy a rendőrökből is látszik, nagyon-nagyon rasszisták, mert nem azért lettünk letartóztatva, mert nem volt rajtunk maszk, hanem azért, mert fehérek voltunk, és nem volt rajtunk maszk. És a fehér embernek pénze van, és azt legálisan vagy illegálisan, de el lehet tőle venni. Ez megint csak egy afrikai hozzáállás, ezzel még nem nagyon van mit kezdeni, majd kinövik előbb-utóbb. Én azt mondom, hogy nagyon értékes emberekkel találkoztam, akik az egész életüket ennek szentelik, és nagyon lojálisak egymáshoz és a törzsükhöz, és a természethez is mindemellett. Úgyhogy nekem ennyi volt ez az előadás. Csak úgy ízelítőként berakom, hogy a következő előadás, amikor majd lesz, ott az idén februárban töltöttem egy hónapot a Dél-Afrikai Köztársaságban egy orrszarvú farmon. Ott végeztünk védelmi feladatokat, az már egy kicsit szakmaibb lesz, de ilyen ízelítőnek beraktam, hogy ott is történtek dolgok és készültek fényképek. Hát én ennyit akartam elmondani, ha van kérdés, én nagyon szívesen felelek bármire.